Ma van pünkösd ünnepe. Mikor kisapostagra érkeztem reggel 9 órára, nagyon szép oltár fogadott. Gyönyörűen feldíszítve, szép piros oltárterítő, és az oltáron a piros pünkösdi rózsák. Több kisapostagi asszony hozta őket a kertjeikből. Áldoztak arra, a sajátjukból vittek, hogy szép legyen. Olyan ez, mint amikor körbeülünk egy tüzet, és kiki a saját kis fadarabját teszi a közösbe, hogy együtt égjen. Ha valaki kivesz belőle egyet, a saját kis fáját, és elvonul vele, az hamar kihűl, kialsz. Nem ad meleget. Pünkösd ünnepe a Szentlélek kiáradásának csodája, ezt üzeni. Kiki a saját lelkét, lelkesedését, személyét, örömét, szavait, énekét, imádságát tegye össze, legyen közösségben, és így épüljön, erősödjön gyülekezetünk. A piros oltárterítők 5 árnyalata látható kisapostaktól Dunaujvároson keresztül Ráczambásig. Holnap, pünkösd második ünnepén még találkozhatunk. Várunk benneteket 9-kor kisapostakon és 11-kor. Erős várom Istenet!